örömmel tettem eleget Novák Katalin államtitkár asszony felkérésének, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy egy önkéntes kihívás keretén belül a társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerepünkkel segítsünk környezetünkön, embertársainkon. És én azt gondoltam, hogy az ifjú generáció, a fiatal generáció, igenis az utóbbi időben kell, hogy egy kis több figyelmet fordítson az idősebb generációra, és a két életkor közötti különbséget próbáljuk meg áthidalni, ezért egy mai délutánon a Kecskeméti Margaréta otthon, idősek otthonába látogattam el, ahol az idősekkel beszélgettem, kötetlenül kecskeméti történeteket, anekdotákat idéztünk fel, olvastunk fel a kecskeméti füzetekből, és ez a kötetlen beszélgetéssel örömteli perceket szereztem az otthon lakóinak. Ebben a felhívásban és ebben az önkéntes kihívásban szeretném azt eljuttatni a fiatalok felé, hogy igenis azt a szeretetet, azt a törődést, amit kaptunk a szüleinktől, nagyszüleinktől és a környezetünkben lévő idősektől, azt vissza kell, hogy adjuk, megtaláljuk ennek a megfelelő formáját, és szeressük, törődjünk az időseinkkel. Ennek keretében, a kihívás keretében szeretném továbbadni ezt a nemes feladatot, és kihívni további hölgytársaimat is. Másik két városban is dolgoznak a politikában hölgyek, így elsősorban a Debrecen város alpolgármesterét szeretném kihívni, dr. Széles Diannát, illetve Szekszárd város alpolgármesterét, dr. Hág Évát. Valamint, ha már a fiatalokról beszélünk, akkor egy fiatal mozgalmat is szeretnék kihívni és megszólítani, ez pedig a Fokolára mozgalom fiatalok és Egyesült Világért ifjúsági csoportját. Bízom benne, hogy ez a kezdeményezés, ez örömmel fog szolgálni mindenki számára, és egyre többen részt veszünk benne.